Facebookos csoportban nyilvánították ki véleményüket Decs lakói. Sokan írták, hogy a helyi gazdák által használt gázos vadriasztó élhetetlenné tette a hétköznapjaikat. A sokszor egész éjszaka hallatszó, puffanó, robbanásszerű zajtól többen nem tudnak aludni, és a kutyák is vonyítanak, mondják a helyiek. Akármit bezárunk, akkor is lehet hallani, úgyhogy puff-puff, mire csönd lenne, megint kezdik előről, úgyhogy. És ez milyen időközönként, hogy mennyit tart ez? Hát egész éjjel, amikor este elkezdik, és akkor reggelig. Ez a decsi kisgyerekes anyuka messze a gázágyuktól a falu közepén lakik, de azt mondja, hogy még így is hallja és zavarja a hang. Eléggé zavaró végül is, mert este én is, hogyha etetem a kutyát, vagy kicsi eszkelek fel éjszaka, akkor én nyilván hallom, mert lecsendesedik, de ilyenkor, amikor elkezdődik és még jönnek-mennek az autók, akkor azért annyira nem zavaró minket itt a falu belsejében. Több olyan helyi lakó is volt, aki csak arcát eltakarva akarta elmondani véleményét. Igazából szerintem a hivatalnak kéne, hogyha tesz is valamit, hogyha tennének, tehát ezt nem lehet tudni. Közösségi oldalán jelezte a falu vezetősége, hogy május közepéig használják a hangosan dúrogó vadriasztókat a gazdák. Heberling Tibor, Decs polgármestere azt mondja, hivatalos megkeresés a lakóktól nem érkezett az önkormányzathoz, és szerinte ez az egyetlen használható megoldás a vadriasztásra. A másik verzió az az lenne, hogy emberi munkaerő, azaz a régi csőszök formájában, vagy odaállítunk X embert, akik elhajtják a vadakat, de valóságban éjszaka ez sem kivitelezhető, tehát tök sötétben nem látja az ember, hogy mit kerget, hol van vadkár, tehát ez nem kivitelezhető. Kurdon is zavarta a lakókat a vadriasztó durrogó hangja. Ott viszont a polgármester megoldotta a problémát. Párbeszédet kezdeményezett a gazdákkal, és ennek meg is lett az eredménye. Örömmel jelenthettem, hogy körülbelül egy 3 hét óta nem halljuk ezt a zajt, és nagyon megköszönjük annak, aki valami más módot talált a vadak távol tartására. Az Országos Magyar Vadászkamara Tolna megyei titkára azt mondja, a gázágyus módszer mellett más lehetőség is van a vadak elriasztására. Ezeknek az egyik módszere az, hogy valamilyen olyan technológiát alkalmaznak, ami a vadat riasztja, távol tartja a védendő növénykultúrától. Ez lehet akár a emberi hang, a különböző kemikáliák, nyilván nem mérgekre, hanem repellens, tehát riasztóanyagokra gondolunk, illetve ezbe beletartoznak az ilyen audio vagy vizuális eszközök is, mint például a gázágyú, ahol a hanghatással akarjuk ezt elérni. Vannak gazdák, akik az ultrahangos, hangtalan vadriasztót használják. Egy ilyen gép ára 20-30 ezer forint. Szakértők szerint sokkal hatékonyabb, mint a 100-150 ezer forint között megvásárolható gázágyú.